Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Ahogy a napokban ígértem önöknek, nos, folytatjuk azokat a beszélgetés sorozatokat, amelyekben olyan székesfehérvárról származó sportolókat mutatunk be, akiket elvitt az élet valahova máshova, ugyanakkor nagyon fontosak számunkra, hiszen a pályafutások során megerősítést nyert, hogy Székesfehérvár igazi sportváros. Mai vendégem Bobori Balázs, a Nemzeti Sport főmunkatársa, egy kiváló újságíró, szervusz! Köszöntelek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, jó itt lenni. Köszönöm a Nemzeti Sport cikkeit, rajta vagyunk mindig, különösen az esszéket, mert a különleges jegyzett stílusod, azt hiszem, hogy páratlan, erről fogunk beszélgetni, viszont kell, hogy szó essék a családról. Hiszen egy olyan családba születtél bele, ahol édesapád a Videoton egykori legendája, a vadásztörténgyári Vasas, illetve a Videoton egykori legendája, sajnos már nincs köztünk, hiszen 2013-ban elhunyt, de én azt gondolom, hogy az indítatás az mindenképpen adott volt, hiszen ő egy rendkívül kedves, rendkívül technikás, egy fantasztikus sportember volt, sportvezetőként, edzőként, játékosként, nem különben. Igen, itt elsőként azt emelném ki, hogy az indítatásról, hogy hát, mint édesapa, ő nagyon várta az én érkezésemet, és folyamatosan a születésem után természetesen cipelt magával már egészen kicsikorom óta öreg fiúk meccsekre, öreg fiúk edzésekre, és hát így nyilván a Sossói stadion volt az én második otthonom, tehát mondhatom azt, hogy ott nőttem föl, nem volt nehéz ott maradnom azon a pályán. Beszéljünk a futballutadról. Ideje korán kiderült, hogy tehetséges vagy. Egy olyan korosztály tagjaként, akik nagyon sokan eljutottak az NB1-ig, és akkoriban ez nem volt túlságosan egyszerű, hozzáteszem, hiszen azért a Videoton nem is szárnyalt abban az időben, de rendkívül nehéz volt bekerülni a csapatba, hiszen meg annyi tehetség nőtt fel a Videó utánpótlásban. Többek között édesapádnak is köszönhetően, és tegyük hozzá, hogy Szőke Miklósnak és a többieknek köszönhetően. Tehát ez egy legendás időszak volt. Igen, a Videóton a 70-es évektől kezdve az ország egyik legjobb utánpótlás műhelye volt, és ez azt hiszem, hogy a 2000-es évekig tartott is. Én is egy nagyon szerencsés korosztályba tartoztam, Rót Ferivel játszottam együtt, Móri Tomival, Györök Tamással, Fogarasi Gergellyel, ők azok, akik eljutottak az NB egyik, illetve talán még ki is hagytam a felsorásból Fésű Gabit. De nagy volt a verseny, viszont ez azt is jelentette, hogy az edzéseken azért meg kellett feszülni, és hát igazából nem volt könnyű az út soha, mert nem mindig, egy utánpótláskorú játékosnak nem mindig úgy alakulnak a dolgai, nem mindig úgy megy a játék, nem mindig úgy nő, úgy érik, mint a többiek. Nekem is volt olyan pillanat, amikor úgy tűnt, hogy be kell fejezni korábban a karrieremet, vagy ilyen szinten nem tudom folytatni. Kicsi voltam, 14 évesen mindenki egy fejjel magasabb volt nálam, korábban értek, és hát én 17 éves koromra értem utol a többieket, addig kellett kitartani, mert addig bizony nehézségeim voltak. Ugyanakkor berobbantál, ha úgy tetszik, mert azért gyorsan egyrészt megnőttél, megerősödtél, igen, tehát nyilvánvaló, hogy a felnőtt fociban az az alkat, amelyet akkor képviseltél, tehát fizikálisan is első osztályú. Szerencsére ezzel nem volt problémám, nem voltam különösen meg gyors, de sokat tudtam futni, akkor még középpest játszottam, nem támadó voltam. És hát sokat köszönhetek például Szabó Józsefnek, aki a pályafutásom során 3-4 is az edzőm volt, és a nehéz pillanatokon tovább lendített. Aztán amikor már a tartalék csapatkapitánya voltam 19 évesen, akkor jött ki egyszer Verebes József egy tartalékbajnoki mérkőzésre, és úgy gondolta, hogy érdemes lenne fölvinni az első kerethez, és azt hiszem 1999 terén kerültem fel az első kerethez. Előtte már játszottam edzőmérkőzéseken, de stabilan akkor kezdtem. És akkor március 20-án pedig is be is mutatkozhattál. Méltatlanul kevés szó esik a mágusról. Igen. Ugye ő egy különleges személyisége volt a futballnak mindig. Igen. Tehát egészen más elveket képviselt, mint bárki más. Én azt gondolom, aki személyesen ismerte, és ráadásul játszott nála, az megerősítheti ezt. Mi volt a titka? Hiszen meg annyi fiatalt vitt fel az első csapat keretbe abban az időszakban, akik aztán valóban befutottak, hiszen
megkapták a bizalmat, ha úgy tetszik. Igen, mindenki azzal kezdené, hogy mentálisan szuperül készítette fel a játékosokat, és valóban tehát olyan önbizalmat csepegtetett a játékosaiba, ami megkétszerezte az erőt, és elhitte az ember, hogy valóban képes arra, amit mond a mester. De én azt mondanám, hogy hihetetlen jó meglátásai voltak szakmailag. Rengeteg minden volt a fejébe, és olyan dolgokat előre látott, ami esetleg a világ futballjába csak 2-3 évvel vagy 5 évvel később robbant be. És én azt sajnálom, hogy egy kicsit a fizikai felkészítésben akkor már elrohant mellette az idő, és az a munka, amit mi elvégeztünk akkor a videótonnál, nem volt annyira gyümölcsöző, hát sajnos kiestünk a szezon végén. Igaz, hogy nagyon rossz helyzetbe vette át a csapatot, és végül is egyetlen egy gólon múlt, mert pont azonossággal végeztünk a Siófokkal, és egyetlen egy gólal volt jobb a Siófoknak talán a gólaránya, tehát ilyen módon még szerencsétlenül is jött ki, de sajnos búcsúztunk az első osztálytól, akkor pedig az egy jó videóton volt az. Megszenvedted azt az évet? Hiszen játszottál azért jó néhány meccsen, és én azt gondolom, hogy azért így visszatekintve, az meg mindig meghatározza az első NB1-es élmény valakinek a pályafutását. Ezt úgy mondanám, hogy volt, amit megszenvedtem elsősorban azért, mert óriási teherként éltem meg, hogy játszhatok a videótomban, ami a gyerekkori álmom volt, ezért a mérkőzések előtt nagyon nehezen aludtam, édesanyámnak kellett segítenie, enyhe nyugtatókkal, altatókkal tudtam aludni. Ezt nem tudom, hogy mennyire volt jó hatással a másnapi teljesítményemre, valószínűleg nem. A terhet cipeltem végig ez alatt a fél év alatt, hogy bizonyítanom kell, és meg kell mutatnom, hogy miért vagyok ott. A másik oldala viszont, hogy óriási élmény volt. Óriási élmény volt válogatott futballistákkal együtt játszani, válogatott futballisták ellen játszani. Óriási élmény volt a Ferencváros stadionjába pályára lépni, Zalaegerszegen pályára lépni sok ezer néző előtt. Tehát nagyon-nagyon szép emlékek maradtak meg. Amit sajnálok, hogy néha még eszembe jutnak olyan pillanatok, ami a pályán sorsdöntő lehetett volna akár az én karrierem szempontjából is, egy kihagyott helyzet, egy picivel hosszabb labda, egy rossz megmozdulás, és lehet, hogy minden máshogy alakul, de ezt nem szomorkodom emiatt, mert azt gondolom, hogy utána az életem azért jó irányba fordult, és teljesen elégedett vagyok vele. A családod, különösen édesapád rendkívül büszke volt rá, de ezt nagyon is jól tudjuk. Ő nagyon büszke volt rám, de azt azért a hozzám közel állók, meg akik a mi környezetünkben éltek, tudják, hogy ő soha nem volt elégedett, illetve soha nem mutatta, hogy elégedett lett volna. Később már, amikor megyei első osztályba futballoztam, talán Martonvásáron volt az első mérkőzés, amit megnyertünk 3-1-re, két gólt rúgtam, adtam egy gólpasszt, és hát a nézők azonnal a helyi büfében már egy sörre akartak meghívni, hogy ígyünk egyet. Erre odajött apám, és megkérdezte, hogy hát a végén miért hagytad ki azt a helyzetet, fiam? És akkor ez így nagyjából végigkísérte az életemet. Egy óriási bizonyítási vágy volt mindig emiatt is bennem. Most már így visszagondolva, valószínűleg leginkább neki szerettem volna bizonyítani, mert tényleg maximalista volt, és mindig azt akarta, hogy még jobb legyek. Emiatt azt hiszem az élet más területén tényleg tudtam ezt kamatoztatni, amit ő adott nekem. Viszont akkor fiatal nem volt ez mindig könnyű kezelni. A további pályafutásodat mennyire befolyásolta a kiesés, illetve a későbbi időszak? Hiszen számtalan csapatban megfordultál. Igen. Biztos, hogy befolyásolta, mert ha nem esünk, akkor valószínűleg Verebes József marad. Annak ellenére, hogy Csank János érkezett akkor nyáron, és egy 40-45 fős kerettel kezdtük a felkészülést, és én bent maradtam a 20-as keretbe, tehát szerencsére a Csank János is látott bennem fantáziát. Viszont az NB2-es csapatban nem játszottam, nem kaptam lehetőséget, volt két sérülésem is, és én télen hoztam egy olyan döntést, hogy szeretnék állandó játék lehetőséghez jutni, és egy rossz döntés okán megyei első osztályba igazoltam kölcsönbe. Onnan pedig nehéz lett volna visszakapaszkodni, illetve nehéz is volt, megpróbáltam. Amikor az utolsó kísérlet egyébként Pápán volt, akkor már
elkezdtem dolgozni a Fejér megyei hírlapnál, de Verebes József szakmaigazgatóként oda került Pápára és oda hívott. Másfél hónapig ott is éltem, és egy felkészülést végigcsináltam, majd az utolsó napokban kiderült, hogy a pápa nem fizeti ki az átigazolási díjamat akkor az MB2-ben szereplő Bodajknak, és ott döntöttem el talán 21 vagy 22 évesen, hogy itt akkor a labdarúgó karriernek ilyen szinten vége, és akkor 100%-ig az újságírás felé fordulok. Igen. Rossz döntések sorozata volt az, hogy végül... Bánod? Mindent összevetve nem. Mert rengeteg élményt megértem egyébként a megyei futballban utána, és hát ugye győzni meg gólt rúgni minden osztályban ugyanolyan. Gondolkodtam természetesen azon, hogy ha máshogy döntök, akkor miként alakulhatott volna az életem. Én azt gondolom, hogy nem voltam annyira tehetséges, hogy egy komoly karriert befussak. Lehetett volna országot járni, csapatokat kipróbálni. Lehet, hogy új otthont is találtam volna, de azt hiszem, hogy ez így volt megírva, és így volt jó, ahogy alakult. Jó döntést hoztál, hiszen jelenleg azért tudjuk, hogy a Magyar Sportújságírók Országos Szövetségének is veretes tagja vagy az elnökségnek, stb. Az elnökségnek 2019 óta már nem. Vagyis nem. Nem, de igen, elnökségi tag voltam 6 évig. Elnökségi tag voltál 6 évig. Aktív voltam. No, mi itt az újságírás felé? Mi minden kellett ahhoz abban az időszakban, hiszen tudjuk, hogy a Fejér megyei hírlapnál kezdted, igen. És egy nagyon komoly csapat volt akkoriban. Igen. Hát én ott kezdeném, hogy a szüleimnek köszönhetően nem hagyták, hogy csak a futball irányítsa az életemet, és így ők erősen kapacitáltak arra, hogy menjek el felsőoktatási intézménybe, és én gondolkodtam a középiskola alatt, hogy a Vasvári gimiben láttam, vagy jártam, és gondolkodtam a középiskolát, hogy mi lenne az ideális pálya számomra. És hát már akkor faltam egyébként a Nemzeti Sportot, meg a Fejér megyei hírlapot, tehát nyilván többnyire a sportrovatot. És úgy gondoltam, hogy itt a Kodolányi János Főiskola egy kommunikációs szak, és ez engem érdekelne. Ki volt a mestered? Györfi Miklós volt a tanszékvezető, és a műfajismeret előadásokon is az ő előadásait élveztem a legjobban. Az az első pillanattól kezdve bizonyos volt, hogy a sportújságírást választod. Ez szinte biztos volt. Nyilván később a Fejér megyei hírlapnál voltak kanyarok, ezt pedig Elekes Andrásnak, az akkori főszerkesztőnek köszönhetem, és érdekelt is egyébként a közéleti újságírás. Amikor talán lehetett volna arra fordulni, pont akkor váltottam és mentem fel a Nemzeti Sport az először 2010-ben. Tehát 2010 azért az meghatározó az életedben, hiszen én gyakorta elmondom, hogy 1965-ben olvastam először Népsportot, amikor 1 forint 20 fillér volt, és a nagymamám vásárolta nekem Iváncsán, mert 2 járt összesen a faluba, az egyik Tunyogi Józsefé volt, aki a Los Angeles-i olimpián középsúlyban, birkózásban bronzérmet nyert, és ott élt a faluban, mert az volt a szülőfaluja akkor már, és a másik pedig az övé. Tehát a Népsport nélkül nincsen élet. És azt gondolom, hogy a sportkedvelőknek Magyarországon ez a csúcs, és ez máig így van, hála Istennek teszem hozzá, mert bármelyik napilap sportrovata az nem vetekedhet nyilvánvaló szakmai szempontból, sem semmilyen szempontból a Nemzeti Sporttal, a régi új nevén, ha úgy tetszik. Mi fogadott Pesten? Illetve nem, egy kicsit beszéljünk még a hírlapnál. Hogy lehetett úgy megerősödni a hírlapos újságíróként, sporttal foglalkozóként, hogy aztán egyenes utat vezessen egy magasabb szintre? Én nagyon hálás vagyok a Fejér megyei hírlapnak, és itt elsősorban Elekes András főszerkesztő nevét említeném meg, aki nagyon keményen és szigorúan fogott engem személy szerint is, ahogy akkoriban az egész szerkesztőséget, de akkoriban nem értettem, hogy miért és mit szeretne pontosan ő belőlem kihozni. Ezt egyébként akkor értettem, amikor Budapestre kerültem. Egy nagyon-nagyon jó életem volt már a kezdetektől a Fejér megyei hírlapnál. Nyilván eleinte kisebb munkákat végeztem, és kaptam egy 3 olyan kollégát, akik szintén sokat tettek az én későbbi énemhez, Horog László, Sia Sándor és Matók János személyében. Mindegyikük mást adott az én pályafutásomhoz. És hát ez a felállás egyébként a Laci korán elment, viszont az a 3-as felállás azért maradt egy 10 éven keresztül, és azt hiszem, hogy jól dolgoztunk mi 3-an együtt, és ahogy én értem, idősödtem,
egyre nagyobb feladatokat is kaptam, és próbáltam természetesen a kollégáktól, akár a Fejér megyei lapnál dolgozó kollégáktól, akár az újságokon keresztül a fővárosi kollégáktól ellesni azokat a fortélyokat, kis műhelytitkokat, amiket én tudok alkalmazni a pályafutásom során. És úgy alakult, hogy itt 10 év után én úgy éreztem a Fejér megyei lapnál, hogy egy kicsit szűk a tér nekem. Akkor kaptam már egyébként a sporton kívüli feladatokat, könnyű zenéről írhattam, férfiaknak szóló rovatot vezettem, de úgy gondoltam, hogy lehet, hogy ezt meg kéne próbálni egy picivel nagyobb területen végezni, és Amler Zoltán, a Nemzeti Sport akkori rovatvezetője, az egyéni és csapatsportok rovatvezetője hívott fel telefonon, hogy érdekelne egy lehetőség Budapesten, és rövid vívódás után egyébként belevágtam. De jól döntöttél mindenképpen. Melyek voltak a kezdeti lépések? Hiszen én azt gondolom, hogy egy ilyen invitálás az megerősítést jelent egy újságírónak mindenki. Igen. Ugyanakkor felelősséget is, hiszen teljesítményt várnak tőle. Nyilván be kell illeszkednie a közösségbe, és az általa választott szakirányt pedig maximálisan kihasználva az addig tudottakat, de hozzátenni mindent, mert azért tudjuk, hogy Pesten, igen, illetve az országban minden más. Igen. Visszautalnék a labdarúgó pályafutásomra, amikor arról meséltem, hogy én mennyire izgultam a nagy kihívások előtt. Ez egyébként, amikor felkerültem a Nemzeti Sporthoz, akkor is. Egy olyan szerkesztőséggel találkoztam, amilyet még nem láttam. Tehát akkor már sajnos a megyei újságoknál csökkentett létszámmal dolgoztunk, bizonyos munkafolyamatokra már nem volt ember, és én láttam egy igazi műhelyet Budapesten, még olvasószerkesztővel, tördelővel, korrektorral, és egy olyan folyamatban készült az újság, ami nekem újdonságot jelentett. Ebbe a gépezetbe kellett nekem beilleszkedni egyszerű újságíróként, és bizony eleinte nem is nagyon mertem elengedni a tollamat, próbáltam a tutit játszani, hogyha fogalmazhatok futballnyelven megint, de türelmesek voltak velem, és befogadtak. Jól éreztem magam, sajnos a családi körülményeim úgy alakultak egyébként, hogy másfél év után először fel kellett mondanom Nemzeti Sportnál, és akkor tértem vissza Elekes András imitálására a hírlaphoz, és még volt egy rövid rovatvezetői karrierem is a hírlapnál 2015-ig, amikor visszamentem ismét a Nemzeti Sporthoz. Választhattál, vagy egyértelmű volt, hogy a csapatsportágok felé orientálodsz? Ez egy furcsa dolog, ugye itt Székesfehérváron többnyire a jégkorongról és a futballról írtam, és amikor bekerültem az egyén és csapatsportok rovathoz, azt kérték tőlem, hogy kosárlabdával kezdjék el foglalkozni. Én nagyon szeretem a kosárlabdát, előtte is szerettem, mert nyilván Székesfehérváron mindig is nagyon erős volt a kosárlabda csapat. Új terület volt, új emberekkel ismerkedtem meg, de azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy a kosárlabda sportba belekerültem, és szerencsére még most is írhatok róla. Nagyon-nagyon megkedveltem, azt hiszem, hogy az egyik kedvenc szemmé vált. Mikor érezted úgy, hogy most már kiteljesedtél, és jöhetnek az újabb, nagyobb feladatok? Ez a második időszaka volt a nemzeti sportos karrieremnek, amikor rovatvezető helyettesnek hívtak vissza innen a Fejér megyei hírlaptól, és akkor már elbírtam vinni a nagyobb terhet, a felelősséget. Ugye a lapkészítés terhe sokkal nagyobb volt, a munkafolyamatok vezetése, 15 ember koordinálása, az anyagok minőségének az ellenőrzése, ez mind-mind olyan feladat volt, ami folyamatos kihívások elé állított. És azt hiszem, hogy idővel benőtt a fejem lágya, a régi vadhajtások, vagy a régi linkségem, vagy esetleg lustaságom, az teljesen múlté lett, és felelősséggel tartoztam a kollégáimért, a megjelenő anyagokért, és hát így ez volt az a pillanat, amikor azt gondolom, hogy a pályafutás úgy tényleg odaért, ahova szerettem volna mondjuk 15 éve korábban. Számomra az jelentette az áttörést egyébként a te pályafutásodban is, hogy én mindig nagy érdeklődéssel olvastam a második oldalon a jegyzeteket. Igen.
és most már negyediken van, illetve a harmadik oldalon, tehát lapozni kell, de mindegy, nem is érdekes, és egyszer csak felbukkant a neved egy veretes névsor kellős közepén, és azóta is ez rendszeres. Ez egy óriási megtiszteltetés. Mert ez egy más szint. Tehát tudósítani nyilvánvaló, hogy nem úgy értem, hogy szakmailag nyilván, hogy az a csúcs, ha valaki a nemzeti sportnak tudósíthat egy mérkőzésről, de egy világversenyről, stb. Nem sorolom. De az, hogy a maga valójában egy fajsúlyos kérdésről megfogalmazhatja az álláspontját, méghozzá úgy, hogy az olvasható és remek írások születnek ebből, az azt mondom, hogy az egy más szint. Nekem ez óriási megtiszteltetés. Nem is tudom, hogy ez, hogy lehetne ezt jobban megfogalmazni. Amikor először felkértek erre, hogy erre a kettes oldalra, akkor ugye még a kettes oldalon jelentek meg a jegyzetek, illetve a publicisztikák írjak, természetesen akkor is nagy izgalommal láttam a munkának, és láttam, hogy ebben a vetésforróban milyen nevek között bukkan fel a nevem, ahogy említetted, és néha nem hittem el, hogy ebben a névsorban szerepelhet a nevem, és szerencsére benne vagyok abban a 10-12 fős csapatban, akik ennek az oldalnak az elkészítésért felelős. Nagyon-nagyon élvezem, azt hiszem a munkámnak ezt a részét élvezem a legjobban, amikor a saját véleményem, a saját gondolataim megjelenhetnek az írásomban. És amikor visszajelzést kapok, hogy az olvasók nagyjából ugyanúgy gondolkodnak, az azt hiszem, hogy az igazi elismerése a munkámnak. Az megerősítés mindenképpen. Igen. Tehát én nagy olvasója vagyok ennek az oldalnak mindenképpen. Köszönöm. Hiszen Malonyai Dezsőtől Csurka Gergőn keresztül. Egyébként erről beszélgettünk még 2019-ben utoljára Csinta Samu barátommal, erdélyi barátommal, hogy ő az egekben volt, amikor megkapta a felkérést erre. Igen. Nos, aztán jött egy váltás. Megérkeztünk 2019-ben. Ott voltál a pályád csúcsán, ha úgy tetszik, és akkor csak egyszer csak olvasom a hírt, hogy a Győr Plusz Média vezérigazgatója te magad, ugye 2020 márciusát írtunk. Hú. Ami nem tartott sokáig, hiszen 6 és fél hónap volt az egész. Így van. Ez egy óriási felelősség és feladat egyébként, tehát én azt mondom, hogy a Győr Plusz Média egyébként visz minden Győr-Sopron megyében tulajdonképpen, igen. És egy olyan heti lap, ami egy újdonság, ha úgy tetszik, főleg igen. Úgy, hogy amit ti elterveztetek, hogy megújulás szempontjából. Így van. A történet ott kezdődött, hogy én a feleségemmel 2009-ben ismerkedtem meg, és én folyamatosan ingáztam, hol Székesfehérvárra, hol Budapestre, tehát két laki életet éltem, és vágytunk arra, hogy végre normálisan családként egy városban élhessünk. Megszülettek a gyermekeink 2017-ben, és nekem többször volt beszélgetésem a győriekkel bármiféle szerepvállalásról, és amikor megkerestek, akkor igazából nem a vezérigazgatói pozíciót ajánlották, hanem egy szakmai vezetői posztot, ami azt gondolom, hogy nekem tökéletesen megfelelt volna, és azt gondolom, hogy a karrieremben egy megfelelő lépcsőfoknak számított volna. Azonban úgy alakult, hogy bizonyos személykérdések úgy fordultak, hogy a vezérigazgatói pozíciót ajánlották, és egy ilyen duális vezetési rendszer alakult ki, mert volt egy kollégám, aki a gazdasági és a menedzserési ügyeket intézte, én pedig a szakmával foglalkoztam. Lényegében ez csak cégtechnikai kérdés volt, hogy engem hívtak vezérigazgatónak. A szakmai feladat, illetve a kihívás az viszont nagyon vonzott, mert ugyan egy platformja van a Fehérvári Médiacentrumhoz hasonlóan a Győri Médiacentrumnak, a Győr Plusznak, és mindegyik területen egy megújulást vártak tőlem, és én nagyon nagy lendülettel és kedvel álltam a munkába, annak ellenére, hogy a munkába állásom után 2 héttel a Covid beköszöntött, és megkeserítette az életünket, én pedig 2 hónapra haza küldtem az embereket, úgy, hogy például az esti iradó egy nappaliba készült a kiradós kollégánknál,
megoldottunk minden feladatot, de nem tudtunk olyan ütemben haladni a megújulással, ahogy szerettük volna, hiszen nem tudtunk személyesen együtt dolgozni. Utána egyébként mindenféle téren megújult a Győr Plusz. Más kérdés, hogy a munkát nem fejeztem be. Nem fejeztem be. Igen, ez a jó kifejezés. És visszatértél a Nemzeti Sporthoz. Igen. Itt nagyon egyszerű a történet. Én a Győr Plusznál szerettem volna tényleg végigvinni azt a programot, amit letettem a tulajdonosnál az asztalra, és nem tudtam sajnos befejezni ezt a munkát, mert más elképzelések mentén haladt a cég, illetve a tulajdonosnak más elképzelései voltak. Ez egy szokványos történet, semmiféle harag nem volt, de úgy éreztem, hogy nem én vagyok erre a megfelelő ember, nem én vagyok a legalkalmasabb ember arra, hogy azokat az elvárásokat, amit a tulajdonos támasztott, azt végigvigyük, és szépen csendben elváltunk egymással. És bevallom, hogy nem szerettem volna visszamenni a Nemzeti Sporthoz harmadszor, mert nem éreztem etikusnak, hogy bő fél évvel a felmondásom után újra megyek és csinálom a dolgomat. És én a magyar nemzettel egyeztem meg, ott folytattam volna az újságírói karrieremet, viszont ugye a két újságnak ugyanez a kiadója, ez villámgyorsan kiderült házon belül, hogy én elhagyom Győrt és jövök Budapestre, és a Nemzeti Sporttól viszont azt mondták, hogy ha már visszajövök, akkor jól lenne, hogy oda mennék. Én kezet fogtam a Magyar Nemzet főszerkesztőjével, én mondtam, hogy az adott szó, illetve a készfogása szentesíti. Ha ti házon belül meg tudjátok ezt beszélni, hogy mi legyen az én sorsom, akkor tárgyalhatunk arról, hogy a Nemzeti Sporthoz jöjjek vissza. És azt hiszem, hogy mondtad, hogy 2019 a karrierem csúcsa. Valóban, ez közelített hozzá, de most jött el az a pillanat, amikor azt érzem, hogy nagyon jó helyen vagyok. Főmunkatársnak hívtak vissza. Ez egy óriási alkotói szabadsággal jár, és azt hiszem, hogy aki erre a pályára adja a fejét, annak ez a legfontosabb, hogy meglegyen az alkotói szabadsága, ami biztosítja számára az örömöt a munkában, és hogy kifejezhesse saját magát. És emellett pedig ehhez nyilván nekünk is jó olvasóknak, sporttal foglalkozóknak. Még egy kicsit térjünk vissza a futballra, itt most már hosszasan nem fogom tudni felsorolni, kismillió csapatod volt azóta. Igen. Jelenleg, tehát nem is érdekes, azért Igen. a kispálya még mindig a tiéd. Igen. És tehát játszol is folyamatosan? Hát folyamatosan játszom. Ezt a szerelmemet nem tudtam elengedni. Itt vagyok most már lassan 43 évesen, és nem is mondom meg hány kilósan, de a futballpálya mindenem, bármit képes vagyok feláldozni azért, hogy egy mérkőzésre odaérjek, vagy pályára tudjak lépni akár egy fél idő erejéig. Most már abban az örömben van részem, hogy a barátaimmal futballozhatok. Nem mindig volt ez így. Természetesen nagyon sok csapatban megfordultam, a legtöbb helyen nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, hogy mindig olyan csapatokban játszhatom, amelyeknek vannak céljai, és többnyire ez a bajnoki cím vagy éremszerzés volt a cél. Én azt gondolom, hogy mindenhol mindent megtettem ezért, hogy segíteni tudjak. Most jött el az idő, hogy a barátaimmal együtt futballozom kispályán, elindultunk öreg fiúkba nagypályán, a Sárkeresztes fogadott be minket ugye ez a kedves közeli település, és hát most már arról szól, ahogy például a tegnap esténk is, hogy egy öreg fiú bajnoki mérkőzésünk volt itt a Phoenix csarnokban, és utána pedig megittunk néhány sört, és jókat nevetgélünk. Kerek a világ? Nagyon kerek a világ. A legfontosabbak, amiről még nem említettem, illetve csak érintőlegesen ugye a két gyermekem, az Iker gyermekeim. Velük lett kerek a világ, és velük lett egész a világ, mert azt hiszem, hogy a legnagyobb hagyaték az a gyerek lehet, amit itt hagyunk a Földön, és ők vihetik tovább azt, amik mi vagyunk, amiket tőlünk kapnak, nem az, amit esetleg írunk a papírra, és megtartja az utókor, az is, de a gyermek hordozza az értéket. Egyetértek. Köszönöm, hogy itt voltál velünk. Én is köszönöm.
Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Bobori Balázs volt, a Nemzeti Sport főmunkatársa, egykori kiváló labdarúgó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!